Műsorunk további részében riportot láthatnak Széles Sándor kormánymegbizottal az állami földek eladásáról. Kormánymegbizottal az elmúlt időszakban az állami földek eladása ismét napi rendre került. A gazdáknak mit kell erről tudnia, milyen gyakorlati szempontok alapján lehet megközelíteni ezt a kérdéskört? Jelen pillanatban a 3 hektár fölötti termőföldek vannak árverésre kiírva. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy november 16-án megkezdődnek a földárverések Győr-Moson Sopron megyében, és ehhez még van egy pár olyan kitétel az árverés előtt, amit teljesíteni kell. Ezek között az egyik legfontosabb, hogy igazolni kell minden gazdának, hogy jelen pillanatban az árverések előtt nem haladja meg a 300 hektárt a tulajdonnévő termőföldeknek a mennyisége. Ezt a földhivatalban tudják igazoltatni, és az árverésre ezt magukkal kell hozni. Magukkal kell hozni a jegyzőtől az igazolást, melyben helyben lakó földművesnek számítanak. Természetesen a földműves igazolvány kiváltására is van még lehetőség, de enélkül a liciten nem jelenhet meg. És nagyon fontos, hogy mindezt egy ügyvéd közreműködésével tudják bizonyítani, igazolni, tehát magára az árverési napra ügyvéd, jogi képviselő megjelenése kötelező minden egyes árverezőnek. Tehát ügyvédhez el kell menni, és az ügyvéddel meg kell beszélni, az árverési napon az ügyvédnek ott kell lenni a regisztrációnál. Továbbá nagyon fontos kitétel, hogy az árverési előleget a Nemzeti Földalap kezelő honlapján megjelent számlaszámára be kell fizetni. Ezt is előtte az ügyvéddel kell egyeztetni, és ha az ügyvéd segítségét igényli, meg fogja mondani, hogy milyen bankszámlára milyen összeget kell befizetni. Hogyha ezek a feltételek rendelkezésre állnak, akkor az árverési napon az ügyvéddel megjelennek, onnantól kezdve az ügyvéd jelenléte már nem kötelező, tehát az árverésen maga a gazda, aki a termőföldet szeretné megvásárolni, árverezhet. Utána lesz még egy viszonylag bonyolult jogi procedúra, hiszen a megszerzett, az árverésen megszerzett földterületet minden egyes esetben 60 napra ki kell függeszteni a termőföldről szóló törvény alapján, és itt az elővételre jogosultak még jelentkezhetnek. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy ha valaki az árverésen a földet megszerzi, az ővé lesz a földtulajdon, mert ha valakinek elővételi joga van arra a területre, és érvényesíteni akarja az elővételi jogát, akkor elképzelhető, hogy ő lesz a termőföldtulajdonos. Egy probléma felmerülhet akkor, hogyha mondjuk tőkeerősebb gazdák jelennek meg. Hogyan lehet egyáltalán ezt kiküszöbölni, hogy a nagyobb, erősebb, jobb tőkével, nagyobb pénzösszeggel, nagyobb gazdasággal rendelkező gazdák előnybe kerüljenek? Mivel árverésről van szó, ez az egyik cél, hogy a lehető legtöbb érkeljenek el az állami földterületek. De csak azok vásárolhatják meg, akik földműveléssel, életvitelszerűen foglalkoznak. Tehát innentől kezdve nem tudunk különbséget tenni, hogyha valaki az árverési előfeltételeknek megfelel, nem tudunk különbséget tenni, hogy ki milyen anyagi erőforrásokkal rendelkezik, nyilván az erősebbé lesz ebben az esetben a föld. Már itt sem olcsók ezek a földek, amik kiírásra kerülnek, hiszen a helyben szokásos forgalmi díjakra még az állam 10%-ot rátett. Tehát nem kótyavetyéről van szó, hanem egy nagyon komoly gazdasági licitről, ahol nyilván a tőkeerősebb, de azonos feltétellel és jogilag megfelelő gazdák között a tőke fog dönteni. Viszont mindenkinek van lehetősége bankhitelhez jutni, aki úgy érzi, hogy hosszú távon akár egy magasabb érték is meg fog térülni a számára, akkor nem érdemes csak a saját bukszájára hagyatkozni, hanem érdemes bankhitelt felvenni, igénybe venni, mivel ez egy olyan kedvezményes kamatozású, hogy ez a hitel, ez viszonylag könnyen kitermelhető. Melyik pénzintézethez fordulhatnak ez ügyben? Budapest Bankhoz. A Budapest Bankhoz kell befizetni az árverési előleget, ami a kikiáltási ár 10%-át jelenti megadott számlaszámra. Itt felhívom a figyelmet, hogy minden egyes földterületnek önálló bankszámlaszáma van, tehát minden egyes terület esetén más-más bankszámlára kell befizetni az árverési előleget, ami a Budapest Banknál van vezetve, de a Budapest Banknál kap tájékoztatást arról, hogy milyen kedvezményes kamatozású hitelt vehet igénybe a termőföld vásárláshoz. Hogyan tudnak értesülni a gazdák, hogy pontosan hol lesznek ezek az állami földek, hol lesznek a licitek? A Nemzeti Földalap kezelő honlapján, tehát a www.nfa.hu honlapon ki vannak írva minden egyes napra, minden egyes helyszínre
és minden egyes földterületre vonatkozóan az árverési felhívások, a hirdetmények. Tehát akit érdekel, az már most kezdje el böngészni ezeket a hirdetményeket, mert ott látja, hogy az ő lakhelyén belül, vagy az ő lakhelyhez képest 20 kilométerre mely termőföldek vannak, állami termőföldek, amire a licit vonatkozik.